Budapest a századforduló éveiben egy fiatal világváros látványos arculatát mutatta. A 19. század elején Pest és Buda, valamint a mezővárosnak számító Óbuda, a korabeli európai városokhoz képest szinte jelentéktelennek mondhatók. Az a korszak, amely a századfordulós, majd a későbbi városképet alapvetően meghatározta, az az 1867-ben bekövetkezett politikai változás a kiegyezés után kezdődött el. A három város 1873-ban Budapest néven egyesült, és néhány évtized alatt európai világvárossá fejlődött. A 19. század utolsó évtizedeinek gyors ütemű gazdasági növekedése, a dinamikusan növekvő vasúthálózat, az ipartelepítés és az egészet mozgató pénztőke Budapesten koncentrálódott. A nagyméretű építkezések biztos megélhetést jelentettek az ország különböző részeiből áramló tömegeknek. Így a főváros lakossága egy emberöltő alatt csaknem meg négyszereződött, és az 1900-as évek elejére elérte az 1 milliót. A folyamat szükségszerűen eredményezte a lakóház építkezés addig példátlan mennyiségű növekedését, de ezzel egy időben a dualizmus politikai, gazdasági és kulturális intézményrendszere is pompás épületekkel reprezentálta jelenlétét. A fővárosi közmunkák tanácsa Budapest szerkezeti korszerűsítésén munkálkodott, és nagyszabású programjába beépítette az 1871-es nemzetközi tervpályázat tanulságait is. Megkezdődött a modern városszerkezet, a körútak és sugárutak kiépítése. Szabályozták a Dunapartot, felépültek az elegáns hidak, elkészült a modern közműhálózat és a közlekedési struktúra, amelynek büszkesége az európai kontinens 1896-ban felavatott első föld alatti vasútja volt. Ezek a dinamikus gazdasági és társadalmi folyamatok kedvező feltételeket biztosítottak a művészetek, így az építészet fejlődésének is. Országunk földrajzi helyzetének és történelmi múltjának következménye, hogy az európai magyar kultúrában a kelet hatása is érvényesült. Így volt ez a századfordulón is. Az egy időben jelentkező kozmopolita és nemzeti, konzervatív és progresszív kulturális hatások Budapest századfordulós építészetét Európában páratlan sok színűvé tették. A megújulást kereső magyar építészet ez időtájt két forrásból táplálkozott. Az egyik ér nyugatról érkezett, és az európai új művészeti áramlatokat hozta magával. A másik forrás hazai földből fakadt azzal a céllal, hogy megteremtse a nemzeti építészetet. Így a nagyjából egy időben jelentkező, de különböző indítatású és gyakran egymással ellentétes irányzatok igen változatos és gazdag építészetet hoztak létre. Ezt az új irányzatot, amely a történeti építészet formáiból élő eklektikával fordult szembe, Magyarországon szecessziónak nevezik. Az új stílus a művészet minden területét meghódította. Legfőbb jellemzői a lendületes, vonalgazdag dekorativitás, a növényminták ornamentikája, a sejtelmes színvilág, a fantázia, és mindenek fölött az egyéniség szabadsága. A szecesszió építészete, teljességre törekvő igénye bőséggel alkalmazta a társművészetek azonos kifejezésmódját az épületek homlokzatain és belső tereiben egyaránt. A fantáziadús rácsok és veretek épp úgy élő részeivé váltak az épületnek, mint a míves asztalos munkák, vagy a szimbolikus jelentésű falképek és mozaikok. A Bécsből, Párizsból vagy Münchenből érkezett szecessziós formák a legjobb budapesti építészek tervezőasztalán egyéni hangot kaptak. Kifejezés módjukban átértékelődtek, gazdagodtak.
Más díszítő elemek, mint a kőből, stukkóból és kerámiából készült szobrok már-már összenőttek az épülettel. A festett üvegablakok, amelyek különleges fény és színhatásokat idéznek elő a reprezentatív belső helyiségektől a lépcsőházakig, általánosan közkedvelté váltak. A Zeneakadémia súlyos homlokzata részben még magán viseli az eklektika jegyeit. A belső térben azonban a szecesszió uralkodik, ahol az ókori keleti művészet és a kor skandináv, osztrák festészeti kapcsolatai együtt jelennek meg. Akik az életet keresik, elzarándokolnak a művészet forrásához. Hirdeti a szecesszió ars poétikáját az előcsarnok szimbolikus falképe. A keleti építészet és vallási szimbolika jegyei szecessziós megfogalmazásban tűnnek fel a Kazinczy utcai zsinagóga homlokzatán. A kor budapesti épületein megfigyelhetjük a skandináv és a német Jugendstil hatását is. A Gellért szálló és fürdő épületében az ókori római termák téralakítása uralkodik. Megfogalmazása azonban már a szecesszió hanyatló korszakára jellemző. A 19. század végén az eredeti magyar stílus megteremtésének igénye időben megelőzte az új nemzetközi irányzatokat. Ennek a törekvésnek vezéralakja volt Lechner Ödön, aki sikeres pályája derekán jutott el ahhoz a felismeréshez, hogy a kultúra nemzeti jellegét kell hangsúlyozni. Építészeti arszpoétikájában Széchenyi szállóigévé vált szavait fogalmazta át. Magyar forma nem volt, hanem lesz. Ennek a hitvallásnak a jegyében alkalmazta a magyar népművészet díszítő motívumait a millennium évében felavatott iparművészeti múzeum épületén. A hindu és perzsa építészet stílusjegyeit mutató részletekkel a magyar nép keleti eredetét kívánta hangsúlyozni. Nagyvonalú belső térkapcsolatokat alakított ki, korszerű szerkezeti megoldásként acélt és üveget használt. Lechner Ödön épületein előszeretettel alkalmazta a saját tervezésű, mázas cserépből és pirogránitból készült díszítő elemeket, amelyeket az európai hírű Zsolnai cég gyártott. A népművészetből továbbfejlesztett
önálló formavilágát az épületek minden részletén következetesen megvalósította. Lechner legérettebb műve a Magyar Posta takarékpénztár. Az alaprajzában szigorúan rendezett épület sarkait és a bejárat tengelyét hangsúlyosan emeli ki a pártázatos tető és a mester képzeletében felfokozott, csodaszerű tetődíszelemek valóságban megformált együttese. Lechner a magyar stílust akarta megteremteni a formanyelv, a kifejezés mód segítségével. Egyénisége meghatározó volt a századforduló újat akaró generációi számára. Formavilágának számos követője volt, de építészetük értéke elmaradt a példaképtől. Építészetünk fejlődése szempontjából jelentősebbek voltak azok a fiatal tervezők, akik Lechner Ödön műtermében dolgoztak, és szemléletüket megtermékenyítette a mestermunkássága. Ők azonban hamarosan felhagytak a formai utánzással, és az élenjáró nyugat-európai és finn példák alapján akarták megvalósítani az új magyar építészetet. Legjelentősebb közülük Lajta Béla volt, aki utolsó műveivel eljutott a 20. századi modern építészet előcsarnokába. Késői épületeinek homlokzatán a letisztult szemlélet uralkodik. A stilizált, népi díszítések tömörített, architektonikus egységben jelennek meg. Más úton jutott el a modern építészethez Medgyaszai István, aki Európa élenjáró tervezőirodáiban szerzett szakmai gyakorlatot, majd a magyar népi építészet hagyományait tanulmányozta. Munkáiban a korszerű szemlélet, az úttörő jelentőségű vasbeton szerkezetek alkalmazása jellegzetes, egyéni formálással valósul meg. 1907-ben fiatal építészek új nemzedéke lépett színre. Ők is az építészet magyarságát hirdették, de Lechnertől eltérő megfogalmazásban. Konstruktív művészetünk alapja a középkor építészete, nemzeti művészetünk alapja a népművészet. Hirdette Kós Károly, aki Zrumecki Dezsővel együtt tervezte az óbudai református paplak épületét. Bartók és Kodály népzenei kutatásaival egy időben ők a népi építőkultúra felé fordultak. Tanulmányútjaik során Erdély és különösen Kalotaszeg hagyományőrző népi építészetében találták meg azt az alapot, amelyre az új magyar architektúrát akarták felépíteni. Kiemelkedő budapesti munkáik közé tartoznak az állatkert épületei. A Rózsadomb lejtőjén felépült Áldás utcai iskolát hangsúlyos tetők, festői tömegformálás és a természetes építőanyagok, a kő, a fa és a cserép használata jellemzi. A sima vakolt falfelületek ellentéteként a faszerkezeteket faragással és festéssel díszítették. Bár építészetük elsősorban az erdélyi hagyományokhoz kötődött, erős szellemi szálak fűzték az angol prerafaeliták, Ruskin és Morris művészeti felfogásához. A századforduló finn művészete szintén hatást gyakorolt munkásságukra. Jelentős városrendezési munkájuk volt a Vekerletelep főterének építészeti kialakítása. A fasori református templom architektúrájában jobban érezhető a finn és az angol hatás. Tervezője, Árkai Aladár mégis olyan hangon szólalt meg, aki európaisága tudatában magyar volt. A kapuépítmény homloksíkját szőnyegszerűen elhelyezett kerámia alapok borítják. A síkot a bejárat lendületes íve szakítja meg. Stilizált népművészeti motívumok jelennek meg a templom belső terében.
A színes üvegablakokon beáradó fényben a kupolás, centrális elrendezésű belső tér felemelő érzést áraszt. Az első világháború kitörése megakadályozta ennek a karakteres építészetnek a kibontakozását. A kor építészetének be nem fejezett gondolatai, mint a nemzeti kifejezésmód kérdése, időről időre visszatérnek, és az új generációk is gyakran hivatkoznak Lechner-Ödön és Kós Károly nevére. A szecesszió véget vetett a konzervatív stílusok uralmának, és előkészítette a 20. század modern építészetét. A századforduló budapesti építészete Európában egyedülálló sokszínűségével és kiemelkedő alkotásaival írta be fejezetét a kor egyetemes kultúrtörténetébe.